Van egy fantasztikus sikersorozat, ezt így megelőlegezzük, de a Rádió Kabaréban megy, itt nálunk még jobb, mert nem csak halljuk, hanem látjuk is. És Jolikának hívják, nagyon kedves cigánasszon, és most főző versenyről fog beszélni, és a főzéssel kapcsolatban folytottam vissza három töltetet magamba, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rám, és Bach Szilviára is, aki csodálatosan adja ezt nekünk folyton. Elő, köszönjük, nagy szeretettel! Jó? Hát gyerekek, azt ugye azért tudjátok már, érte rólam, hogy én tulajdonképpen egy ilyen háztartási robot vagyok. Humán háztartási robot. Főzök, mosok, takarítok, szopok, nyalok, gombot vagyok. De tényleg. No. De azért attól függetlenül én a nagyon tisztában vagyok én a világnak a folyásával. Most észrevettem a megváltozásokat, mert én ugye nézem a televíziót, és nem csak a Szulejmánt. Na, ha mindent nézek, amikor van egy kis csepp időm. Na, azt képzeljétek el, hogy ugye régen kik voltak a celebek? Hát a színészek, a ilyen rendező, olyan rendező, hát ezek a művész emberek. Habos meg kik voltak régebben a legelsőbb a celebek, ezek a pléméhek. Jó mondtam. Pléméhek. Na, hát ezeket onnan tudod megismerni, hogy ilyen műcsacsű, műszájú, műanyag agyú emberek vagyunk. Arról híresek, hogy ilyen gazdag emberekkel még mafiásokkal hentergőznek, az agyuk úristenit, pedig még főzni se tudnak. Hát ezek a műzlis dobozt nyitogassák éjjel-nappal, meg ilyen salátát, meg zöldséget zabálnak, mint a nyulak. Azt a kérdezi őket egy riporterét, hát csak így tudnak már válaszolni nyulból, hogy mak, mak, mak. Na, normálisak. Így, ahogy mondom, mondták, ne menjek előrébb itt egy pötty, csak rá ne essek. Mert akkor nem látszik a rózsa a szarcom nekem. Na, hát utána meg ugye ezek a pléméhek, sötétek, mint a éjszaka, hogyha Svédasztalnál berakod őket, tolmácsot kérnek, mert... Ahogy mondom én, hát nem hazudok én egy cseppet se, sose szoktam. Na, utána meg akkor jöttek ezek a fodrászok, ezek a hajasok, meg ezek. Jaj, a Bél-megyeri Szűzmárja, óvjon meg tőle, jaj, nagyon. Hát ezek csatogtassák, érted? 8500 ér, ugye? Egy perc, 8500 ér. Olójukat, érted? Azt az egyik fele rövid, a másik hosszú, itt kiáll, ott kiáll, tisztára rendesen, mintha lipótról szalajtották őket. Hát így néznek ki. Meg úgy néznek ki, érted, hogy ilyen, mintha bilit raktak volna. Fejtre az körbe lenne nyírva, mint amikor engem kiskoromban a Herminka így megnyír. Na de hát ehhez minek iskola? Szatybasz, harmadik utca, balra, ott a Herminka. Oda lehet menni, haját vágatni. Na meg ezek a divat frizura, vagy mi az Isten, mikor versenyeznek, azt akkor narancsárga, zöld, kék a feje, a menyecske, ennek érted? Amikor kész van, akkor ilyen csillogóval,
leborítsák, fliterezik, vagy mi a rám? Ha teljesen mi plakatos Rudi arany fogál, tudod, úgy villog, csillog nekik a hajzatuk. Na, az ezért elkérde kenyi pénzt. Ó, Istenem. Na most még megfigyeltem. Szerinted most kik a celebek? Ne gondolkodj, úgy se jut eszedbe, mert sötét vagyok. Mondom inkább te neked, a szakácok. Ha minden csatornán ők vannak, hát némelyik jobb lenne, ha beleugrana inkább. Amiket kocsfasztanak ezek a kis szarok itt. Főtállalnak, na hallod? Na de hát világhírjét tudok főzni, érted? Mondom magamnak, így meg szoktam beszélgetni magamban. Mondom, Jolikám, drága szép csillagom, hogy rágjam szét a húsodat. Hát te olyan úgy főzöl, hogy még a Erzsébet kis király kisasszony szakácsa se tud úgy főzni, jelentkezzél te ebbe beleállt a bűsorban. Na úgy is lett. Jelentkeztem, elmegyek, behívtak, hát csodálatosan fölöltöztem. Úgy néztem ki, mint amikor otthon búcsú van, csak nem lőttem pácikáru pandamaci. Megyek be, érted, a televízióba. Hát halljátok csodát, kiment előttem, nem fogjátok elhinni, hát az állam leesett a Roberte Niro színűvész úr avázott előttem befele a tévébe. Állunk ott az előtérbe, érted, szépen várakozunk, vagy hogy mi a rák van, vagy mi lesz. Hát elégünk, benderül egy ilyen kis 20 éves kislányka, a sztár karokkal, mert engem felismert. Mondja, hogy jaj, Jolika, vezetlek a sminkbe tégedet. A művész úrtól meg megkérdezte, hogy maga meg kicsoda, hova jön, mit akar, hogy hívják. Azt mondja, Robert, de azt mondja, csak semmi, de. Tessen nagyon gyorsan oda a recepcióra, elmenni személyigazolvány, írja föl, kihez jött, mit akar. Na mindegy, engem bekísért ugye a sminkbe, engem ugye, mint celebritásot. Gyerekek, kilettem maszkolva, olyan csodálatosra, hogy csak bábulászkodtam magam, érted, a tükörbe, mint lufis a nyilzáporban. Hát de fajincsaj vagyok, Jolika. Hát tisztán rendesen, mint a Gina Lollofrigida újjegy. Egy-e egybe lennünk kopintva. Na, hát úgy már elmondtam magam már nagyon tényleg. Utána hát ugye az első volt ilyen próba, jaj a pöcs. Visszajöttem. Na, tehát a próba adásod, próba főzést kellett csinálni. Hát én kalmálom, hogy nyaljam ki a dallamot a torkából. Hát én egyszer uram a kalmát. Annak a kedvencét csináltam a lecsós cigány, ilyen kis, hát tyúkpörkőt van alatt, a bogyiszlói paprika, hagymás alapon, érted, nokedit szakadj veled, ez a lecsó. Ilyen lecsót készítettem. Hát csinálom, hát én már kész voltam, érted, a többiek még ott, kutymorogtak, ezt azt csinálgattak ott izétek, ha mondom, addig kimegyek a budira rágyújtok. Amíg ezek szerencsétlenkednek, amatőrökkel voltam összezárva. Na, valami Jamie Oliver is ott volt. Mi a ráknak jelentkezett, ha nem tud főzni? Na, mondom, megyek ki a budira, érted, hogy elizéljem ott az idő. Én nem tudom miért, de aki begyűjt, az 21 százast, 21-50-est adott. Na mindegy, érted? Megvártam, visszaavázok, érted? Rendesen csalok, ott vagyok. Amikor kész voltunk,
fökölött tartani a kezem. Mondom, Jézus, Isten, Mária, Debla, mindenki szaladjon össze, hát itt lőnek, lőnek. Lebuktam a kút alá, fejemre egy ilyen zománcos lábos tartottam. Remektem, mint Imre bácsi prímás ujja a hegedűn a harmadik lakodalmam után. De aztán azt mondták, hogy ez valami szokás itten van. Hát nagyon krappáncs, nagyon krappáncs. Hülyeséget kitalálnak már, de tényleg már nem jön fejte. Na, mindegy, viszem ki a ételeme. Hát, tudjátok, van ez a kis helyes kislány, ez a Wasabi Rozsina, Wasabi Rozsinka, azaz úgy hívják őket. Na hát az így nézte, forgatgatja, szagolgassa. Mondom, tudod mit szagolják? Magamba. Na, nézik, mondom, nézegeti. Azt mondja nekem, de várjatok, felírtam, mert ezt még a Vágó Pista se tudná elmondani. Pedig annak több agya van, mint nekem. Na nem sokkal azért. Azt mondja, ez a Wasabi lány a zselés gyerek. Egyszer mosolyodott el, mikor arcident zsábája volt. Egyébként. Azt mondja, remek kompozíció, bár az alapanyagok homogén egysége nem eléggé kontúrozott. A markás ízek enyomják annak a lehetőségét, hogy kiérezhessük az összetevők mienségét. A túltálalás már meg sem említem. Ebben a pillanatban kiesett a zselé a hajából. Mondom, neki jó fehérke. Hát én ma akkor főztem, amikor te édesapádba gubasztottál. De mitet mondod te a szálltól? Én nem értem, hogy milyen ilyen homogén, izé, figyeljé, ez lecsó! Lecsó! Érted de? Na! Nem hiszitek el? Tovább jutok. Hát nagyon büszke voltam, magamra hívtam is Kálmán, de nem ez az ények, mert őt úgyse érdekli ez az egész. Na! Ah, persze, már be volt, ha? Na! Hagyjuk tényleg. Akkor jön már így élesbe a feladat. Vietnámi rákos teker. Ott a kelibém így ilyen lapot. Kapodom erre, rajzoljak vagy írjak? Azt mondják, ez a rizstészta. Ebbe kell tekerni a rákot, meg az üvegtésztát. Üvegben van a tészta, Jézus, de meddig kell azt főzni? Na, hát mindegy, én nem tudtam, hogy mi oda jön ez a, hogy hívják, K, B, K, B, Z. Jó, Zé, jó, mondom, Zé nevű, azt megkérdezi, én tettük le, hogy Jolika, marinád? Mondom neki, ma még nem befáj a gyomor, de holnap tuti. Holnap, ha nézem meg, kell marinálta meg. Megmondom őszintén, én ezt nem tudtam megcsinálni, hát ilyen férgeket ott úgy ne veszünk. De hát most úgy is ilyen nagy divat ez a újragondolás. Hát mondom, újragondolni. Csináltam gyerekeket,
ilyen fajn lekváros gombócot. Körbe tekertem a papírat. Azt ráírtam, a rák egyeki belőle a szíva lekváros. Meglátta, nevet változtatott. Leokádia. Hát, nem vártam meg, még kirúgnak. Elküldtem mindenkit a üvegtésztás rákba. Szépen levettem a kötényemet, összehajtogattam könyörűen, ridikülönbe beraktam az üvegtésztát, anyuka, hagyj puzlézzon otthon. Megyek kifele feltartott arccal, érted? De nem azért, mert büdös a lábam, csak megyek szépen kifele. Hát, a színművész úr még mindig ott van a portán, diktálja a nevét, ott tartott, hogy te. Na, akkor gyerekek, én megfogadtam, hogy ilyen fordított világban, ahol a ház viszi a cunamit, én soha a